Térjünk vissza az Alkotmány és Történelem című konferenciánk témájára. Ugye a programunkban szerepel egy kerekasztal beszélgetés, itt sajnos megint az időszűkössége szorít bennünket. Gyarmati György igazgató úr, mint előadónkat is kérném, hogy húzza ide székét a kerekasztalhoz. Bár ebben az alkotmánnyal kapcsolatos kontextusban a kerekasztal emlegetése az egy áthallásos megfogalmazás. Én a következőre gondoltam, nagyon sok kérdéssel készültem volna, amit az előadóinknak feltennék, és amiről beszélgethetnénk. Ezt megpróbálom egyetlen gondolatba belesűríteni, és kérném valamennyiüket, Miklósi elnök úrral együtt, hogy néhány gondolatban próbálják meg összefoglalni ezzel kapcsolatos véleményüket, akár általános érvénnyel, akár konkrétan a 2012-től hatályos alaptörvénynek a valóságában. Tehát egy körkérdést követően pedig a hallgatósághoz fordulnék, akár konkrétan a jelenlévő személyekhez, akár általánosságban is várjuk a kérdéseiket, kérdéseiteket. Szóval nagy általánosságban azt szeretném megkérdezni alkotmány jogban nálam jóval jártasabbaktól, hogy ha visszagondolunk itt a preambulum vitára, a nemzeti hitvallással kapcsolatos vitára, amelyet részben érintettek az előadásuk során is, egyáltalán feladata egy alkotmánynak, hogy valamiféle történelem értelmezést nyújtson? Lehet-e ehhez a kérdéshez egyáltalán általában értéksemleges módon viszonyulni, hiszen, hogy Sólyom László is utalt rá, például mondjuk a jogfolytonosság kérdése az legalábbis egy vitatott vagy vitatható történelmi fogalom, szerepel az alaptörvényben, méghozzá konkrét dátumoknak a megnevezésével, deklarációk formájában egy történeti állásfoglalás. Tudunk-e olyan preambulumot elképzelni, amely a magyar történelemnek valamiféle eszenciáját nyújtja néhány bekezdés keretein belül, és amennyiben igen, akkor keretet képezhet-e ez valamiféle történelemképnek a kialakításához vagy elmélyítéséhez. Lábjegyzetként annyit fűznék a téma felvetésemhez, hogy tudomásom szerint két olyan alaptörvénye volt Magyarországnak, amely történeti állásfoglalást tartalmazott a preambulumban, a 49-es, mármint az 1949-es, és most a 2011-es. Az összes többi alkotmány vagy alkotmány jellegű törvényalkotás az ezt az igényt nem elégítette ki. Még a 48-as áprilisi törvények előszava sem tartalmaz valamiféle történelmi múlttal kapcsolatos állásfoglalást. Nem akarnék konkrétan senkit megszólítani, akár ülésrendben is állást foglalhatunk ebben a kérdésben. Talán Sólyom elnök urat kérném először. Jó, értem. És utolsókból az elsők, akkor ki gondolta, hogy utolsó legyen? Akkor Gyuri, te ülsz az asztalnak azon a szélén, úgyhogy téged szólítanának meg először. Nem tudom, ez működik ez a mikrofon? Hadd kérdezzem meg. Jó, akkor ezt fogjuk körbeadni. Nagyon gyors leszek. Két műfaji különbségről van szó, azt hiszem, hogy te azt mondtad, hogy feladata-e. Én úgy gondolom, hogy nem feladata, de ha úgy gondolja tőlem, szabadságban akár lehet is. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy preambulumról vagy nem preambulumról beszélünk, egy alaptörvény, egy Grundgesetz, egy alkotmány, tetszik, nem tetszik, normatíva. A történelemről meg elég régen tudjuk, hogy nem normatív. Miért keverjük össze? Köszönöm. Kicsit tovább vive ezt a gondolatot. Elvileg elbírja egy preambulum azt, hogy abba történeti értékelések legyenek, de hát ugye a kérdés az az, hogy ezek a történeti értékelések mennyire tudnak, most a normativitástól függetlenül, mennyire tudnak reálisak, emóciómentesek lenni. Most egy preambulumnak én próbálgattam annak idején végig nézegetni azokat az alaptörvényeket és alkotmányokat, amelyekben preambulum van. Meglehetősen kevés ilyen van egyébként, ahol komoly, tehát kifejtő gondolatokat fogalmaznak meg.
Ezek a preambulumok mind olyan pillanatban születnek, amikor valamiféle hatalmas érzelmi hullám söpör végig, most eltekintve azoktól a már módosított európai alkotmányoktól, amik konszolidált viszonyok között jöttek létre. Én azt szoktam mondani, hogy egy nagyon nagy különbség a tradicionális és kartális alkotmány között, hogy a kartális alkotmány létrejövetele az minden alkalommal összefüggésben volt, már a jelentősebb alkotmány összefüggésben volt valamiféle társadalmi változással, valamiféle forradalommal, valamiféle politikai erőváltással, ami önmagában magába hozza azt, hogy egy másfajta megítélést tartalmaz, mint a korábbi, hiszen egy triumfáló szituációról van szó, amelyben győzött, és a győztesek örömével és eufóriájával fogalmazza meg önmaga téziseit, és rakja össze ezeket a gondolatokat, és hogyha ezek nem korlátozható emóciók ilyen szituációban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy borzasztó nehéz ezeket a történeti visszatekintéseket teljesen értéksemlegesen közvetíteni, kivéve azt, hogyha azok általánosságban mozognak, tehát a lehető legnagyobb általánosságban mozognak, mint ahogy ugye Tölgyesi Péter is hivatkozott arra, hogy milyen az általános világlátásunk, és akkor ennek megfelelően egy-két semmit mondó mondat. De példának okáért én nagyon haragszom arra a történeti gondolkodásmódra, amely a turáni átok jegyében tekinti a magyar történelmet, mert én igenis nem tragikusnak és nem csapásoktól telinek, hanem diadalmasnak látom a magyar történelmet, tekintettel arra, hogy még Mohács után is képes volt az ország hosszabb távon fölállni. Egyébként Mohács, én Peri és Gézával értettem egyet, hogy Mohács nem volt egy olyan tragédia, hanem annak a következményei jelentették a tragédiát. Innentől kezdve a kérdés az, hogy akik fogalmaznak, milyen befolyás alatt állnak, én azt mondom inkább, hogy nem lenne szabad. Nem lenne szabad, tehát egy kicsivel tovább lépek, tehát nem az, hogy normatív, nem lenne szabad értékítéleteket belerakni, mert az oda vezet, amiről Tölgyesi Péter is vezetett, hogy megosztja a kérdéseket. Ilyen konkrét értelemben pedig még kevésbé, mint ahogy most ez megtörtént, tudnélik, kimaradtak alapvető fontosságú történeti értékeink. Ha semmi másra nem gondolunk, csak 1848-ra, és a köztársaságra, már, bocsánat, a Kossuthi köztársaságra, ez meg az én gügyüm, de minden esetre ez egy nagyon nehéz műfaj úgy összefoglalni egy történelmet, hogy nagyon lényeges kérdések nem maradjanak ki belőle. Elmondtak mindent, amit én is mondtam volna. Én azt hangsúlyoznám, hogy ahol van preambulum, annak mindig van egy apropója, tehát ami aktuális, egy balti államok visszanyerik a függetlenségüket, akkor annak örülhetnek annyira, ugye, hogy ezt belefoglalják. Ez az alkotmány nem volt új, tehát éppen ezért ez egy folyamatos továbbépítés a korábbinak. De hát ide sűrítették be az összes ideológia és egyéb ugye, követelést, amit maga a szöveg nem tudott megjeleníteni. Most a fő baj az, hogy nagyon eklektikus a szöveg, nagyon sok minden van benne, ami nem odavaló. Ugyanakkor érdekes lehet egy történet tanának, hogy mi az a populáris nemzetkép, amit ugye itt visszaköszön, ami nem modern. Ez az egyik. A másik, hogy ugyanakkor olyan dolgok vannak benne, ami nem ide való, de nagyon fontos, ugye a velünk élő nemzetiségek, a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. Ez egy olyan normatívnek benne is van később a szövegben, kicsit másként. Ugye ennek volt egy olyan tervezete, ami katasztrofális volt. És amikor mondom, hogy javítják a szöveget, akkor ugye hála Isten ide is betették. Ez például alapvető fontosságú, de nem preambulumba való. És hát az nagyon szép, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság, meg hogy alapvető érték a hűség, hit és szeretet, szintén szokatlan. Tehát ezeket az értékeket az emberi jogok maguk kifejezik. Tehát az emberi méltósághoz való jog, annak aztán olyan hihetetlen széles tartalmat lehet adni. Ezek nem azon a színvonalon vannak, ami egy alkotmány követelne. És azt mondtam az előző előadásban, hogy ezek jogilag nagyon nehezen értelmezhető a harmadik részben a Szent Koromi megtestesíti, tehát nem kifejezve megtestesíti, megint furcsa, és utána ezek a megszállások miatt is, a többi a kommunista alkotmány el nem ismerése.
Hát ez tényleg az alkotmánybíróság dolga lesz, de ugyanakkor mindenkit vigasztalhat, hogy nem normatív. Köszönöm. Köszönöm, nem ismétlem meg, amivel egyetértek, inkább kiegészítem. Én is azzal kezdtem, hogy bocsánat, ha egy pillanatra megkaphatom ezt a kis könyvecskét, szerintem a fölmutatom sokan ismerik. Ugye a nyolcadikosok ezt kapták meg 2 nappal ezelőtt, a negyedikesek meg egy vékonyabb füzetet, a nemzeti hitvallást. Ötödikesek? Van, ahol a negyedikesek, én tudom, de máshol negyedik-ötödikesek a nemzeti hitvallást. Na most elgondolkozhatunk azon, hogyha egy negyedik-ötödikes kézbe vesz egy ilyen kiadványt, aminek a végén egyébként, ha csak ha valaki nem ismeri, akik törvényt szabtak Magyarországnak, és néhány arckép szerepel, illetve a belső borítókon pedig egy-egy festmény a nemzeti romantika időszakából. Más szerepel egyébként, ajánlom összehasonlítani a nyolcadikosoknak kiadott kötetet a negyedik-ötödikeseknek kiadottal, mert ott még érdekesebb, mert a kicsiknek kiadott kötet belső borítóján nem az egri nők szerepel, mint ebben, hanem Wagner Sándor képe Dugovics Titusszal, mint a mélybe veti magát. És ez volt az a pont, az egész hosszút azért mondtam el, mert ez nem a preambulum, hanem szerintem csak az, amiről az én értelmezésemben ez a dolog szól. Ugye én tanár vagyok, nem jogász, pláne nem alkotmányjogász, de szerintem ez nem a történelemről szól, nem is feltétlenül a jogról szól, hanem egy mítoszról szól. Ha lehet, egy mítosz teremtésről szól, én azt érzékelem, hogy itt most egy nagy mítosz teremtési kísérletnek vagyunk a részesei, egy új mítosznak, amelyben nem véletlen, hogy október 6-án kapták ezt meg a gyerekek, és ennek a kiadványnak az elejére nem csak a nevüket kell ráírni, hanem a dátumot is, hogy mikor kapták meg. Egyébként ugye talán abban a sorban illeszthető ez, hogy a Trianon évforduló is, mintha fölülíródna egy másik tartalommal. Itt most erről beszélünk. Márpedig, ha igaz az állítás, hogy itt egy mítoszteremtésről lehet esetleg szó, akkor a kérdés, én azt gondolom, hogy milyen az a mítosz, egy, hogy mondjam, legalábbis a történelmi ismereteinkkel többé-kevésbé egybevágó, vagy azokkal, azoktól jelentősen különböző, esetenként netán ellentétes, gondolok Dugovicsra. És akkor innentől csak kérdéseim jönnek. Nem lehet, én legalábbis nem tudom szakmailag értékelni ezeket az arcképeket, és szerintem díjat ajánlok fel azoknak, akik szakmailag koherens módon tudják. Akkor viszont talán máshol van szó, bocsánat, hosszú voltam. Köszönöm. Gyarmati Gyuri visszakérte egy pillanatra. Lehetni lehet, csak ebben a kontextusban nem érdemes. Nem, nekem az jutott eszembe a Solyom László. Haló. Működik? Ja, jó. Solyom László elnök úrnak az előadásában hangzott ez a, hogy hát mit lehetne kezdeni, ha már kikerült ez az anyag. Alkotmányos kultúrán kapcsán. Tehát kétszeresen is kényszerítve leszünk történelemtanárok, mondom, kétszeresen is kényszerítve leszünk történelemtanárok, amennyiben ez kiment és kiment az iskolába, azzal egyrészt, hogy ha úgy tetszik, újra elkezdjük, vagy ha nem, akkor újra elkezdjük másképp tanítani a történelmet a gyerekeknek abban az értelemben, ahogy ezt ezekben mondjuk a preambulum megállapításokban olvashatjuk. A második része viszont az, hogy ennek kapcsán, és ez kapcsolódik leginkább az elnök úr előadásához, ez viszont alkalmat nyújt nekünk, mert úgyse kerülünk el, annál is inkább, mert nem tartom elképzelhetetlennek, hogy lesznek mazohista diákok, akik képesek végigolvasni mondjuk a preambulumot, és ennek kapcsán a történelem tanáraik ott fognak menni, kérdéseket feltenni. Tehát erre mondom azt, hogy rá fogunk kényszerülni. De a második pont, hogy ennek kapcsán viszont alkalma van
általános iskolában, vagy akár középiskolában is a magyar történelem tanárnak az úgynevezett alkotmányossági kultúráról, vagy akár arról az egészről, amit ma itt elhangzott beszélni, azt mondanám, felhívás keringőre, éljünk vele. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most már csak az a kérdés, itt leszűrve az eszenciát, hogyha mondjuk én úgy gondolom, hogy Magyarország jogfolytonossága 1941. március 19 és 90. május 2-a közötti megszakadásának az állítása, az egy vitatható történeti állítás, és még azt is mondom, hogy második József idején is megszakadt, meg nem is tudom mikor megszakadt, akkor én alkotmánysértő magatartást tanúsítok. Mert ugye elnök úr azt mondja, hogy ez nem egy normatív szöveg, de hát melyik tanár kolléga az, aki ebben hasonlóan ennyire biztos, mint elnök úr? Igen? Nagyon fontos tudni, hogy az alkotmány kötelező mi volt, vagy bármilyen törvény kötelező mi volt, nem zárja ki a törvény kritikáját. Tehát a törvény kritikája nem törvény ellenszegülés. Hát egyszerűen a törvény illetének nagyon fontos mozzanata, hogy azt értelmezik, és kritikailag is értelmezik, ez a jogfejlődés. Tehát egyszerűen az alkotmánybíróság folyamatosan kritizálja, amikor meglapítja, hogy itt meg itt lukak vannak benne, ez kitölti, és így tovább. Tehát én nem érzem azt, hogy, vagy nem értem, hogy miért érzi magát mondjuk egy tanár letaglózva attól, hogy most hát itt van ez a kritika szava. Én ezt írtam ide föl, csak nem jutottam odáig. Ugye, hogy két mondatot, a kritika szavat, kettő, hogy ez egy eklektikus preambulum, mindenféle van benne. Lehet a jót kiemelni, lehet a rosszat. Tehát nincs senki megkötve, nem 82-ben vagyunk. Reméljük. Köszönöm szépen, erre fogunk akkor hivatkozni, hogy elnök úrnak ez volt az álláspontja, és mi ezzel egyetértünk, de akkor bevonnánk a hallgatóság szélesebb tömegeit is. Pistai, megkérnélek, hogy vagy valamelyik őtök a tudna segíteni mikrofoncipelésben. És akkor ez lesz itt az asztali mikrofon. Ki jelentkezett? Hát, jó, akkor menjünk sorba, hogy akkor 1, 2, 3 is né. Magnó felvételt készítünk, úgyhogy... Mondjam én. Ja, bocsánat. Előbb. A hölgy, hát hadd kérjem, mert a kolléganő jelentkezett ott előbb. Schubert Katalin vagyok, hivatásos Szentendréről oktatóként. Többszörösen érintve vagyok, a PhD dolgozatom 45-50 közötti, hát egy ilyen nem hadtörténelem, hanem a kommunisták miért gyilkolják a kommunistákat, és elnézést a névrokonság miatt az elnök úr felé, hiszen ez az elhíresült Csólyom per volt. Alapvégzettségem történelmi orosz szakos tanár, és azt hiszem, hogy én akkor végeztem, amikor az elnök úr, ennek az egyletnek az elnök úr a kezdő főiskolai hallgató volt. Ha jól emlékszem, sajnos ez már ilyenkor az ember mindig úgy elcsodálkozik. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Az én hallgatói most jelenleg nem másoddiplomások, de érettségizettek, de apaként, szülőként szembesülnek azzal, Laci, amit te itt előbb mutattál, és bizonyok abban a hitben élnek, hogy én, mint tiszt, majd tudok nekik választ adni. Hát egyrészt szeretnék majd kérni, hogyha lehet, vagy venni valahol egy ilyen csoda alkotmány. A másik, nem van az interneten. Az interneten, ha van, akkor a segítség. Ez lett volna igazából, amit szeretne, lenne egy kérdésem valamennyi őjükhöz. Én sajnálom, hogy Tölgyesi úr, illetve Pacolai úr elment, hiszen a kerekasztal beszélgetés az egyik legizgalmasabb. Az egyik konkrét kérdésem az, hogy a katona sajtóba szeretnék önökről írni, ezért rögzítettem magamnak, meg hát a saját kritikai észrevételemmel, hogyha igénylik, illetve le fogom írni, amit gondolok. És természetesen önöknek is eljuttatom. Még egyszer a gondom nekem az, hogy nagyon ellentmondásos volt az előadó uraknak a kisebb, tehát amiben úgy azt éreztem, hogy hát éreztették, hogy hiányzik a Hortikor. Nekem október 6-ától Trianonig egy tök egyforma folyamatnak a vége. Tehát nekem a Nemzeti Gyásznap, amiről a Herman úrnak voltak kiváló előadásai is vannak, onnantól a trianoni folyamat, az pont egy történelemtanárnak nem akkora
tehát nem olyan nagy probléma, tehát muszáj tanítania. Amikor azt mondom, hogy Trianontól napjainkig el kell jutni, akkor se jobb, se baloldali nem vagyok, hiszen ezt is valahogy át kéne már adni a gyerekeknek. Erről szeretném az önök véleményét hallani, nekem újdonság erejével hallottam ezt a kis alkotmányt. Bocsásson meg, hogy szóval mi a kérdés? Tehát a kérdésem az az lenne, hogy önök, ha figyeltek egymásra, akkor mi a véleményük a kimaradt, kronológiába kimaradt időszakról, tehát mondjuk úgy, hogy 1920 és 90 közötti korszakról, illetve hát ez a bolsevista jelző, ez tőlem elég idegenül áll, mert ez a propaganda iszt adja egy kicsit, de valószínűleg ezzel fogunk találkozni. Tehát a Horthy korszakról mi az önök alkotmányjogász, tudósi véleménye? Ez a rövid kérdésem. Karsai Dániel vagyok, alkotmányjogász, és ezt okítom is, egyetemen, nem gimnáziumban vagy általános iskolában. Az elnök úrhoz lenne egy kérdésem, kétszer elhangzott, hogy a preambulum nem kötelező, de az alaptörvény R cikkének harmadik bekezdése azt mondja, hogy az alaptörvényt a nemzeti hitvallásra és a történelmi alkotmányra meg az alaptörvény céljára tekintettel kell értelmezni. Én ügyvéd is vagyok, tehát gyakorló jogász, én ezt úgy értem, hogy a preambulum kötelező normatív tartalma van, és ebben az esetben ugye a történelem tanárokra minél felelősség hárul, mert ez nem egy szép vagy nem szép felsorolása bizonyos morális tételeknek, hanem sokkal több annál, és hát most lehet, hogy újra fogjuk gondolni az egész alkotmányos berendezés különös tekintettel az emberi jogra, mondjuk a halálbüntetést, mondjam, hogy provokáljam az elnök urat. Nem tudom, hogy mi következik a történelmi alkotmányból, meg az ott foglalt elvekből, például az ilyen nagyon fontos emberi jogi kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm, akkor gyűjtsünk még kérdéseket. Jó, itt volt két jelentkező. Laurenszki Ernő vagyok. Fölmerült itt az alkotmányok és a valóság ellentéte. Na most a rendszerváltás idején a szakmai és politikai sajtóba elterjedt az a vélemény, hogy az úgynevezett sztálini alkotmány Buharin írta. Nem tudom ebben mi az igazság, sorsát ismerjük. A másik része szemléltetésként kortárs történészünk és jeles tankönyvszerzőnk különös tiszteletet tanúsít a mexikói forradalom iránt, mert hogy egy olyan szép alkotmányt csináltak, ezt kifejtette Salamon Konrád a Történelemtanárok Egyletének egyik konferenciáján is, de a negyedikes gimnázium tankönyvben előzetes olvasmányban is kifejtette. Hát a valóság persze az, hogy egymást követték a politikai gyilkosságok és tömeggyilkosságok a mexikói forradalom idején, úgyhogy, hogy úgy mondjam, eléggé illuzórikus az alkotmányszövegből való kiindulás. Köszönöm. Köszönjük szépen. Akkor Péter. Én Molnár Péter vagyok, a Közép-Európa Egyetem Médiakutató Központjából, és ott én szólásszabadsággal foglalkozom. És a kérdésem az arra irányul, hogy mit gondoltok az alkotmányos kultúra és a hagyomány összefüggéséről, ami hát ennek a rendezvénynek nagyon illő kérdésnek tűnik. És azért, nekem úgy tűnik, hogy ez azért kulcskérdés, mert miközben persze az intézményes struktúra is meghatározó, mondjuk ha 4/5-ös többséghez vannak kötve bizonyos dolgok, akkor azt kétharmaddal csak akkor lehet kikerülni, hogyha teljesen explicit módon tagadják valakik a demokratikus struktúrát. De egyébként viszont tényleg az alkotmányos kultúra meghatározó, és úgy tűnik, hogy az nevezhetjük mítosznak is, vagy pedig ahhoz is kapcsolódik, hogy mi az a hagyomány, amiben a történelmünket megfogalmazzuk, és akkor mibe ágyazódik bele az alkotmányos kultúra. És én azt gondolom, hogy legalábbis nagyon erősen lehet érvelni amellett, hogy ennek az országnak a mindenféle tragikus, meg nehéz időszakokat tartalmazó időszakaival együtt kiolvasható a történelméből egy olyan hagyomány, ami abszolút a szabadság pártján van. Ezt mondjuk én a magam szakterületére, a szólásszabadságra és a sajtószabadságra nézve nagyon határozottan állítom, a többi dolgokkal kapcsolatban inkább kérdezem. De, és az a kérdésem tehát, hogy mit gondol
Nak, mit gondoltok arról, hogy ez mennyire lehet emellett érvelni? Én azt gondolom, hogy lehet, és ehhez képest akkor mennyire önkényes az a típusú mítoszteremtési kísérlet, vagy hagyományértelmezési kísérlet, ami megpróbálja az országot belenyomni abba az önképbe, hogy hát ez bizony egy ilyen keleties típusú, most ha egy ilyen sztereotípiával fogalmazunk, és inkább a tekintélyelvűséget, meg az egyéni szabadságot nem annyira értékelő, stb. Típusú hagyományozzák. Bizony ez a néptélek Magyarországon, stb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor próbáljunk válaszolni az elhangzottakra. Én úgy érzem, hogy itt Sólyom elnök úr szólítatott meg először, a preambulum kötelező, nem kötelező volt-e, illetve normatív tartalma kapcsán. Jó, de én megyek sorrendbe. Tehát ugye az, hogy milyen korszakokat említ vagy nem említ, itt voltak éppen nem egy értékelő végigmenés van az egyes korszakokon, hanem van egyetlen egy kizárás, ami az idegen megszállások alatti Magyarországot említi, és ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a... Ekkor meg ekkor kezdődik, ezt lehet vitatni, de egyáltalán még rosszabb lenne, hogyha végigmenne és értékelni a Szent Lászlótól kezdve, mikor milyen volt, vagy a törököt, vagy akármit. Tehát nekem ez nem hiányzik, és egyáltalán nagyon rossz lenne, hogyha egy olyan még inkább vitatott és megosztó kérdése, mint a Horthy korszak értékelés az alkotmányállást foglalna. Na most a normativitás kérdése... Az a helyzet, hogy akárhogy is nézzük, ez nem egy normatív szöveg. Az, hogy az alkotmány része persze egy törvénynek a része, és így módon nem lehet ugye ezt írott malasznak tekinteni, és az is igaz, hogy benne van, most nem találtam meg sajnos, hogy pontosan milyen foglalat, de hát ugye idézte, hogy az értelmezésben ezt fel kell használni. Hát, Ez közhely, a Isten bocsássa meg minden törvényben, a törvénynek a preambulum, ha éppen értelmezési segédlet, igen, mint hogyha van ugye miniszteri indokolása és a törvényhozási történet, és megvannak a megfelelő ilyen jogi iskolák arra, hogy ezeknek milyen súllyal kell szerepelni az értelmezésben. Tehát teljesen ki van zárva, hogy az, hogy ekkor meg ekkor kezdődött a szuverenitás elvesztése, és eddig tartott, hogy ez jogilag kötelező kijelentés vagy tartalom legyen, az egyik. A másik, amit előbb is mondtam, hogy ez szabadon bírálható. Minden törvény szövege, az alkotmányi leginkább belekerül abba a közegbe, amint ezt kihirdették, ez függetlené vált az alkotmányozótól, a parlamenttől. Tehát az legközelebb úgy tud beleszólni, hogy módosítja. És hogy ennek a valóságos, az alkotmányos valóságban lévő tartalma, értelmezése hogy fog kialakulni, ez a megfelelő szerveken múlik, tehát az alkotmánybíróság mindenképpen kell, hogy értelmezze, mert fel fog merülni, de egyszerű jogalkalmazókon is, a bíróságokon is, és ügyvédeken is, hogy ennek milyen jelentést tulajdonítanak. Tehát én ettől nem esnék kétségbe. Ugye kell, hogy Tölgyesi Péter elment, mert én mondtam neki, hogy a rossz példa ragadós, hogy valaki sokáig mondogatja azt, hogy belecsúszunk a keleti mintába, még el is hiszik, és úgy kezdenek viselkedni. Tehát ilyen nagy felelősség, ugye ez épp olyan negatív kép, mint a negatív kép, hogy mindig vesztettünk, és nekünk mohács kell. Én nézem, tulajdonképpen itt voltak éppen büszkék akarunk lenni mindenfélére, tehát itt pozitív példák vannak felsorolva a történetből, és éppen nem negatívak, hogy vajon ugye ezek... Nekem ez nem az a bajom, mert az ősökre büszkék lehetünk, a szellemi alkotásokra büszkék lehetünk, védtük Európát, meg ő minket, tehát mondjuk ez egy bonyolultabb dolog, ugye. De hát jó, rendben van, volt szerepünk Európa megmaradásában. Az, hogy az uniós kudarcra, ugye most trotszbele rakják a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, hogy megemlítjük, volt szerepe, hogy milyen és mekkora, azt a történet tanár meg tudja magyarázni. Tehát nekem nem az a bajom ezzel, ami így egyenként benne van, hanem az a bajom, hogy ez miért van egy preambulumban. Az a bajom, de én nem hiszem azt, hogy ez olyan kötelező erővel bírna, nincs is neki. Tehát egyszerűen egy jogszabálynak megvan a maga kötelező része, szankció és mindenféle. Itt nincsenek tényállások, nincsenek semmi. Ezek ideológikus kijelentések, amikhez lehet valahogy viszonyulni,
Tehát én nem vagyok ettől kétségbees, azt továbbra is tartom, hogy minden történelem tanár, és minden állampolgár, sőt nem állampolgár is teljesen szabad ennek az értelmezésében, és egyáltalán nem ellenséges magatartás. Az, hogy szinte visszhangzik, hogy jaj Isten, mi lesz, hogyha mást mondok. Nyugodtan mondhat mindenki azt, amit gondol, hogyha kellőképpen megindokolja. Köszönöm. Én nem attól tartok, és arra nem számítok, és hát nyilván igazam van, bízom benne, hogy egyetlen egy történelem tanárnak jogi természetű gondja, pere lehetne attól, hogy ő a szakmai meggyőződését képviseli. De azt gondolom, hogy azért azt figyeljük majd, kövessük figyelemmel, hogy mondjuk egy év múlva változik-e a tankönyvek szövege. Nagyon tanulságos ebből a szempontból, és ha igen, hogyan? A preambulum kapcsán. Tankönyv. Bocsánat, optimista voltam, tankönyveket mondtam, lehet, hogy kettő lesz, lehet, hogy egy, most a legutóbbi, hogy mondjam, kommunikációra utalva. Én bízom benne, hogy több tankönyv lesz a kettőnél is több, és nem a hármas számról gondoltam. Csak egy párhuzamot mondanék. 1989-ben az akkor egyetlen történelem tankönyvben, középiskolában természetesen 56 ellenforradalomként szerepelt. 1990-ben természetesen 56 forradalomként és szabadságharcként szerepelt. Nem ez a baj, hanem hogy miért. Azért, és ezt közvetlenül egy beszélgetés kapcsán az akkor kiadóban dolgozó munkatárstól tudom, azért, mert az első szabadon választott országgyűlés első ünnepélyes deklarációja az volt, hogy 56 forradalom és szabadságharc. És én ettől tartok, és ezért mondom, hogy igenis figyelnünk kell, hogy ennek az alapvetésnek, a nemzeti hitvallásnak nem csupán jogi következménye lehet, hanem másfajta is. Köszönöm szépen. A normativitáshoz szeretném azt hozzátenni, hogy borzasztó lenne, hogyha normatív tartalma lenne a preambulumnak. Tudnélik, onnantól kezdve megoldhatatlan jogtörténeti és jogi kérdésekkel találkoznánk szembe. Most egy kicsit eljátszva a jogi gondolattal, de értelmezhetve is, hogy amennyiben 44. március 19-én elvesztette Magyarország állami önrendelkezését, akkor ettől a perctől kezdve semmiféle érvényes jog nem lenne. De hogyha azt mondom, hogy a 49 évi kommunista kiadványt érvénytelennek tekintjük, és miután itt nincs meghatározva, hogy honnan, mikortól, innentől kezdve az az egész jogrendszer, ami erre épült volna rá, illetve épült rá, egészen elvezetve a mostani jogig, érvénytelennek kellene valamilyen értelme, de ez csak játék a szavakkal, de minden esetre. Van azonban egy másik, ennél sokkal konkrétabb probléma, hogy amennyiben a 49 évi alkotmány hatályon kívül van, akkor hogy van az, hogy ugyanennek a törvénynek, az utolsó záró rendelkezéseinek a második bekezdése arra hivatkozik, hogy ezt az alaptörvényt az országgyűlés a 49 évi 20-as törvény 19. paragrafus harmadik bekezdése alapján fogadja el jelen időben. Tehát olyan feloldhatatlan konfliktusokba keverednénk, ha elfogadnánk ennek normatív tartalmát, úgyhogy én azt ajánlom, hogy eleve ezzel ne is foglalkozunk, és tekintsük valóban preambulumnak. Én már értelmeztem és feloldottam, ugye itt van hátul, hogy 90. május 2-ától számítják az alkotmányos rendet nálunk, de azután az már nem az átkos alkotmány, az már egy demokratikus. Lehet értelmezni. Egyébként visszatérve az 56-ra, annak én speciál örülök, hogy ez volt az első aktus annak a parlamentnek, és ez egy... Elnökként én nagyon sokat küzdöttem 56 év, mert újra kellett küzdeni, mint ahogy kellett küzdeni 89-90 és hogy az igenis mit csináltuk, és forradalom volt, és hogy 56 az egyetlen egy van, és nem ahányan olvasok, annyiféle. Úgyhogy ez hogyha egy hatalmi szóval kimondja egy parlament, rendben van, hogy egy alkotmánynak ez az alapja,
ez abban a hosszú hagyományban van sok minden, de akkor Kossuth Lajos is az alapja, és sok mindenki. Tehát, jó, tessék. Igen, ja, bocsánat. Bocsáss meg, csak azért, mert volt még néhány kérdés, és egy-egy megjegyzésem lenne hozzá. Az egyik az alkotmány és a valóság közötti különbség és távolságra vonatkoztatva. Nem a konkrét esetre, amit én annyira nem ismerek, de az egy jogászi és jogtörténeti közhely, hogy a jog nem az, amit kinyilvánítanak, hanem az, ami a gyakorlatban megvalósul. Hát ez az, amit elnök úr hosszan fejtegetett az alkotmányra vonatkozóak, hogy annyit ér egy alkotmány, ha alkotmány az illető, amennyit abból az alkotmányos gyakorlat során megvalósítanak. Úgyhogy innentől kezdve én úgy gondolom, hogy ez annyira komoly problémát jelenthet, hogyha a gyakorlat nem követi a plasztikus társadalmi valóságot, ami nagyon komoly konfliktusokhoz vezethet, és akkor egy pillanatra még az ERCIK-hez visszatérve, ugye a nem történeti alkotmányunknak úgy van alárendelve az alaptörvény, hogy annak vívmányaival összefüggésben kell értékelni. Nekem ezzel nagyon komoly gondjaim vannak, mint jogásznak, hogy mit jelent vívmány ebben az esetben, hogy lehet ezt értékelni. Tehát nem a történeti alkotmánynak direkt, hanem annak vívmányainak rendeli alá, ami jogilag más. Egyébként egy nagyon érdekes összecsengés van ezzel, ott, hogy én csináltam egy kis statisztikát, hogy az alkotmány szó előfordul-e az alaptörvényben. Láthatóan eltávolodott az alkotmány kifejezéstől, és következetesen alaptörvényt használ. Én olyan helyeken találtam alkotmány szót egyáltalán a törvényben, ahol nem lehetett behelyettesíteni mással, tehát egyszerűen nincsen szinonimája. Alkotmányos rend egyszer fordul elő, alkotmányos érték egyszer fordul elő, alkotmányos panasz egyszer fordul elő, egyszer az alkotmánybíró és 32-szer az alkotmánybíróság, mert még nincs átkeresztelve, de egyébként alapvetően az nem alkotmányt, hanem alaptörvényt fogalmaz meg, ami egyébként egy üzenet lehet szerintem, itt nem csupán arról lehet szó, hogy az alkotmányt, mint 49-es alkotmányt elutasítja a jogalkotó, hanem lehet, hogy pontosan arra gondol, hogy ez komplex formában értelmezi a történet, alkotmánnyal egyetemben, tehát az alkotmányt egy magasabb szintű képletnek képzeli el, és ez meg visszaigazolná ugyanakkor elnök úr által mondottakat, hogy az alkotmány nem a papíros szöveg, amit ele van írva, hanem az a valóságban élő és megvalósuló alkotmányos gondolkodás. Az alkotmányos kultúrára és az alkotmányos hagyományokra kapcsolatosan én jogilag a szabadságot kevésbé tudom megragadni, mint tradicionális érték. Azt igen, hogy ez a társadalomban élő, rendszeresen visszaköszönő történelmi jelenségünk. Hát különösképpen, hogyha a rendi korszakot nézzük, akkor másról se szól a történet, mint az alkotmányos szabadság védelméről. Tehát ez így igen, de jogilag én jobban meg tudom fogni a jogfolytonosság kérdését, amely végig kíséri az egész magyar gondolkozást. Például a 49-es alkotmány, mi a Kukorelli Pistában mindig azt mondtuk, hogy ez már nem is, bocsáss meg nekünk, de ez már nem is kartális alkotmány, ez egy történeti alkotmány, mert ezt a valóság formálta olyanná, és az éseken meg az abetükön kívül tulajdonképpen azonosság nem volt a tényleges 49-eshez képest, és ezt tartom, ezt a folytonosságot, ami úgy az alkotmányosságban, mint a jogi gondolkodásban mindvégig megvolt, nagyon kevés a nagy törés a magyar történelemben. Tehát amikor törések vannak, már alkotmánytörténelemben, amikor törés van például 48-ban, ott is ragaszkodnak a folytonossághoz. Itt 90-ben ugyanezt történt, hogy ragaszkodtak a jogászok és a társadalom a folytonossághoz, és senki, mindig vannak olyanok, akik szerettek volna nagyobb forradalmat, de alapvetően a társadalom ezt mindig befogadta. És akkor olyankor, hát ugye hát a 49-es ez klasszikusan az egy másfajta törés volt. Ezt szerettem volna így. Egyik részét folytatom, annál is inkább, mert a Molnár Péter kérdésére még csak egy fél válasz hangzott el. Nevezetesen az, hogy ha azt mondja a rektor úr, hogy az alkotmányos gondolkodásban nem volt törés,
az elmúlt szemben. Nagy törés ehhez képest, amivel én elfogadok, ehhez képest azt mondanám politikai rendszerek tekintetében, viszont a rövid 20. században, azaz 70 év alatt van 9 markáns rendszerváltásunk, vagy egymást anticipáló rendszerváltási kísérletünk, tehát ott nagy törések vannak, és most kötök vissza a Péterhez, ha nem vagyok benne, hogy mitosz és történelem címene, a Gyáni Gábornak és a Szabó Ildikónak egymás után van egy tanulmánya egy-egy kötetben, ahol azért mondom a Szabó Ildikót, ugye, mert ő szociológiailag vizsgál dolgokat, a Gyáni inkább történetileg, és bizony valamelyik tanulmányok végén egymásra rimmelve állapítják meg, hogy a múlt mitikus elbeszélése iránt mindmáig, a modern korban is, és mindmáig, mind rendszer szintű, mind pedig kiterjedt társadalmi igény van. Ennyi. Köszönöm szépen. Szerintem lassan mehetünk tovább. Egy rövid megjegyzést én is hadd tegyek. Tehát amit a preambulummal kapcsolatos történészvitákat illeti, azért arra is fel kell készülnünk, hogy azért a diákok tudnak kérdezni, méghozzá sokkal lényegre törőbben, mint mi sejtenénk először. Tehát mondjuk például ez a történeti konstrukció, hogy 44. március 19-én megszakad, és 90. május 2-án áll helyre. Tehát mondjuk egy diák azt logikusan megkérdezheti, hogy is néz ki ez a dolog. Tehát attól, hogy bejöttek a németek, attól megszakadt, attól, hogy szabad választásokat tartottunk, akkor helyreáll. Tehát egy katonai megszállás és egy politikai aktus, tehát egy választás kerül egy ugyanarra logikai láncra, felfűzésre. Tehát pedig hát még itt voltak az oroszok. Tehát az, hogy kihirdették a választás eredményét, akkor hirtelen lefegyverződött a Vörös Hadsereg, ami Magyarországon állomásozott, mert ugye azok csak 91. júniusában vonultak ki. Tehát ebben olyan logikai bukfencek vannak ebben a dologban, amit a diákok akár meg is tudnak majd nekünk kérdezni. No, hadd korlátozzam a szólásszabadságot 3 kérdésre, és arra kérni a jelenlévőket, hogy az összes többit az ebédszünetben beszéljük meg. Jó, parancsolj! Egy-kettő. Igen. Tulajdonképpen Sólyom elnök úrhoz intézem a kérdésemet, lévén, hogy Pacolai elnök úr nincs itt. Ha a preambulum értékeket hordozott, itt már beszéltünk, és számos hozzászólás volt, érintette, az értékek hordozásával arányosan mi van azokkal az állampolgárokkal, akik nem azon a világképen nyugszik? Ennek a kérdésnek van rögtön egy próbája is, hiszen a vallásügyi törvény körül jócskán erőteljes hát vita alakult ki. Pacolai elnök úrtól kérdeztem volna, hogy már van is alkotmánybírósági beadvány egy kisegyháztól, a Iványi Gáborék elkészítettek egy elég kiadós anyagot, nyilvános is a médiában olvasható. Tehát ha nem csak filozófia, hanem transzcendens alapozást hordoz egy preambulum, az állampolgárok azon közösségei, akik vagy szekulárisak, vagy más, mondjuk protestáns alapvetésűek, akkor pont az alkotmány képezi a megosztó tényezőt? Köszönjük szépen. Következő, van-e még kérdés? Kulcsár Géza vagyok. Következő a problémám. Én divergáns vagyok, nem tartozom ide. Ide kellett volna jöjjek, ahol mondjuk így ellentétes az előjel, nem plusz, hanem mínusz, ugyanis én a jövőképpel kapcsolatosan szeretném azért megkérdezni magas intelligenciai társaságot, és pedig nem. Jogász, történész, közgazdász, mit tud a jövőről mondani? Semmit. Ezelőtt 10 évvel a Pán-Európai Gyűlésen, azért ott a jelenlétében megkérdeztem Orbán Viktort, hogy uram, akkor azért meg kéne mérnöki pontossággal szerkeszteni a jövőképet, mert végeredményben ez valamennyire szükséges, hogy tudjuk, hogy mi lesz hónap után, hogy legyen meg kegyedeknek a fizetése. Nekem már mindegy, én már 70-ben vagyok ma hónap, és a helyzet az, hogy azt kérdeztem Salamon Lászlótól nemrég, volt egy ilyen konferencia, hogy uram, az alkotmányban még benne van az alkotó embernek a nevelése, kialakítása?
89-ben ott voltam a nagy MDF alakulásnál, ott ült mellettem minden leendő nagy cica kutya, mondja, így, ahogy kell, és mikor mondták, hogy hát majd jön a piacgazdaság, és mikor azt mondtam, hogy gyerekek, de a piacon árulni kell, és az úgy kezdődik, hogy az eszünket beletesszük abba a termékbe. Hát vannak Nobel-díjasaink, én Kelet-Európában egyetlen egy Nobel-díjasával dolgoztam, az nem itt Magyarországon élt, az Prágában élt, a többiek azok távol vannak. És oda jutottunk, hogy Magyarország összes jól menő kutató csoportját mindent eladtuk. Kérdésem, jogász, közgazdász, történész, jó emberek, akik körülöttek. Azért jöttem ide, még ezelőtt a 50 éve még egy Sólyom nevezetű fiúval is játszottam, annak nem hiszem, hogy az elnök úr, és emlékszem, hogy nem volt kedve tovább játszani, mert többet olvasott, én inkább a műszaki dolgokban voltam. Hogy műszaki felé voltam irányodva, de a helyzet az, hogy el kell jussunk, hogy minden ember találja meg a helyét. Ez pedig nem lehet úgy. Ha 10 problémás, leírtam annak idején minden nagyobb embernek, hogy uram, ha 10 probléma van, 6 féleképpen világítjuk meg, és mindenkinek 3 megoldást teszünk, az már 30 000 ember, 1000 problémák vannak. Ha csak mindig visszanézünk a történelemben, nagyon fontos dolog, nagyon fontos dolog, nem azt mondom, szeretettel olvasom a történelmet, azért vagyok véletlenül is itten, de a jövőképben kérném, ha lehet azért, álljanak rá és szedjük össze az eszünket, hogy legyen ebből még valami. Jó, köszönjük szépen, hát ha megengedi, annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy a jövőképet kéri tőlünk, mi történelemtanárok vagyunk, körülünk, ha a múltról képet tudunk alkotni, és látja azzal is mennyi probléma van. Jó. Akkor van-e esetleg még egy utolsóra? Nincsen, akkor elnök urat szólítatták. Jó, hát összintén szóval nem értem a problémát. Tudnék, itt van az alkotmány ilyen normatív részében, első részen 7. cikke, hogy a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságához benne van, hogy mindenkinek joga van követni ilyen, és joga van mellőzni ilyen tanok követését. Eznek alapján fogják megítélni a helyzetet, nem a preambulum alapján. A preambulumhoz egy megjegyzésem van, ugye, hogy mi a különbség a normatív és nem normatív között. Az, hogy a nemzeti színek között mi mit jelent, az benne van a normatív részben, és hogyha valaki azt mondja, hogy a piros szín az nem az előjelképe, és azt mondja egy heraldikus, hogy szerint ez szamárság, akkor az bizony az alkotmánnyal ellentétes vélemény, ami nem baj, nem büntetik, csak akkor az tényleg. Én azt hittem, mikor ezt javasolták, hogy írják bele, hogy mi milyen szín, hogy ezt iróniából teszik. Hát úgy tűnik, komolyan is gondolták. Nagyon-nagyon elszaladt az időnk, úgyhogy elnézést kérnék mindazoktól, akikben benragadt egy kérdés. Elnök úrra nézek, mikor folytatjuk? 4 óra? 4 óra, akkor megérdemeljük az ebédet, azt hiszem, vagy az uzsonnát, kinek mi lesz. Jó étvágyat kívánok hozzá, és 4 órakor a történelemtanárok egyletének, jaj, bocsánat, szekcióüléssel folytatjuk. Köszönöm szépen. Persze. Azt is figyelj, csak írtam ajánlás. Bocsánat, megnézhetném a képeket, akik vannak hátul, kinek köszönhetünk valamit.